Lőkiképzés, testedzés, a támadók gyors, illetve hatékony leszerelése. A napi munkavégzésen kívül ezeket is gyakorolják a székesfehérvári börtön műveleti csoportjának tagjai, illetve a rendőrség akció alosztályának munkatársai. Most az ő életüket ismerhetik meg. Ezek a felvételek a Marian Kozma megülését követően történt enyingi csoportos garázdaság egyik tárgyalási napján készültek. Előzetes letartóztatásban lévő férfit kísér a vádlottak padjára, a székesfehérvári börtön műveleti csoportja. A legjobb felügyelőkből álló szekcióra és a nagy készültségre, a hozzátartozók érdeklődése és a nagy média figyelem miatt volt szükség. De nem csak a bíróságra, hanem például kórházba vagy éppen temetésre is ez a csoport kíséri a legveszélyesebb és legkiszámíthatatlanabb fogvatartottakat. Magasabb kockázati tényező rendezvények, például egy olyan rendezvény, ahol nagyobb létszámba vesznek részt fogvatartottak, például egy fogvatartotti parancsnoki értekezlet. A műveleti csoport felügyelői folyamatos kiképzésen, edzésen és gyakorlaton vesznek részt, hogy minden váratlan helyzetet hatékonyan tudjanak kezelni. Erőllét, önvédelmi készség, felismerő képesség szempontjából kicsit esetleg gyorsabban, jobban kell, hogy tudjunk reagálni, mint a többieknek. Amíg a börtönőrök edzenek, addig a rendőrök lövészgyakorlaton vesznek részt. A folyamatos kiképzés ugyanis számukra is elengedhetetlen, bár a felügyelőkhöz képest más szituációkban kell helytállniuk. A leggyakoribb feladatok a rendőrigazgatásból adódó feladatok, ami egy nagyon kiszámítatlan szituáció, mert nem látja a rendőr, hogy mivel fog találkozni, amikor megállít egy gépjárművet, vagy egy akár egy gyalogos, vagy egy csoportot. Vinicai István, az Alba akció alosztály parancsnoka, 13 éve került a megyei főkapitánysághoz. Azóta dolgozott már járőrként, körzeti megbízottként és nyomozóként is, néhány éve pedig a bevetési csoportot erősíti. Azt mondja, sokszor került már veszélyes helyzetbe, de pisztolylövésre egyszer sem kényszerült. Szerencsére nem kellett lőnöm pályafutásom során. Elő kellett már vennem a fegyveremet, késes támadón előfordult késsel, adonászva próbált minket megfelelíteni, vagy távozásra bírni, hát akkor mi fegyvert rántottunk, és erre vetette a kés az ember. Olyan is esetem is volt, hogy kés rántott, én fegyvert rántottam, és csak mondta, hogy na, most lőjél. És ilyenkor van a szituáció, most nem nagyon jogosat fegyver használni nem lenne az, még az nem támad a késsel, csak ott adonászik. Itt kell átgondolni, hogy mit tesz a rendőr. Én nem lőttem le. Annak ellenére, hogy éles szituációban nem volt szükség fegyverhasználatra, a rendőr szerint lőkiképzésre és folyamatos gyakorlásra nagy szükség van. Biztos nem értenek vele sokan egyet, és azt mondják, hogy alig-alig van fegyverhasználat Magyarországon, és minél kell ezt így felfújni. Nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ott kezdődik a lőgyakorlat, hogy hogy lehet megelőzni a lövést. Szóval, és ha már lövésre, egy életkioltásra alkalmas eszköz, hogyha lövésre kerül sor, lehet, hogy az életbe soha, lehet, hogy holnap, akkor ezt precízen és szakszerűen is pontosan tudja végrehajtani a rendőr. A főkapitányság lőkiképzője a váratlan helyzetekre, a másodpercek alatti helyes döntés meghozására próbálja felkészíteni a rendőröket. Az egyenruhás állománynak ugye a váratlan helyzetekre való felkészülés. Ugye a sportlövészettől annyival térünk el, hogy itt akár mozgásban dinamikus lövészetet kell végrehajtani. Arra kell felkészülni, hogy az általunk használt maroklő fegyvereket, ugye a köznapi nyelvén a pisztolyokat jogszerűen, szakszerűen és az arányosság elvét betartva használjuk. Ugye nagyon fontos, hogy az élet kioltását azt kerüljük el lehetőség szerint. Az arányosság elve azt jelenti, hogy nagyobb sérülést nem okozhatunk, mint amennyit az intézkedés elvárna, illetve amivel a támadó fellép.
Ő maga is hosszú éveken át szolgált közterületen, így saját bőrén is tapasztalhatta, mekkora az igény az e-fajta gyakorlatokra. A kritikus helyzetben a döntést az mindenféleképpen az előzetes gyakorlás fogja segíteni. Mikor van az, amikor halálos találati zónában kell a lövéseinket leadni, és mikor van az az eset, amikor végtagra leadott lövéssel ugye el tudjuk érni a kívánt célt, meg tudjuk törni a támadást. A rendőrök nem csak a lövészetre, hanem a testedzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az egyenruhásoknak minden esztendőben egy meghatározott szintet is teljesíteniük kell. Fekvőtámasz, felülés, a fekpadon férfiaknak 60 kg-ot, a nőknek 25 kg-ot kell nyomni, függeszkedés van, illetve helyből távolugrás és ingafutás, illetve a 2000 méteres futás, amiket mindenkinek végre kell hajtani. Az elvárások nemtől kortól és beosztástól függően változnak, a legjobban a közterületi állománynak kell teljesíteniük. A belügyminisztérium rendez országos szintű versenyeket különböző sportágokban, terepfutásban, atlétikában, judo, karate, labdarúgás, illetve a rendőrségen belül is vannak országos szintű versenyek. A helyszín ugyanaz, rendőrök helyett azonban most fegyőrök edzenek. Egy alapfogás a támadó gyors és hatékony leszerelésére. Természetesen ez a technika egy sokkal erősebb ember lefegyverzésére is alkalmas. Nincs olyan ember, úgy gondolom, akit nem lehetne megütni. Mindenkit meg lehet ütni, mégis meg kell próbálnunk felkészülni arra, hogy ha esetleg egy ütést indítanak felénk, akkor ezt megpróbáljuk kivédeni. Bármikor előfordulhat. Egy másik gyakorlat, amivel egy börtönlázadás számolhatnak fel az egyenruhások. Pajzsos szituáció, hát ez már egy olyan cselekmény, esemény bekövetkezésekor képzelhető el, amikor tudomást szerzünk arról, hogy valahol esetleg intézeten belül lázongás történik, esetleg eltolaszolták, fogva tartottak magukat, leválasztottak egy körletrészt, a felügyeletük alá vontak. Megérkeztek a Főkapitányság Alba akció alosztályának egyenruhása is. Közösen gyakorlatoznak a két kéklámpás szervezet munkatársai. Matán Csaba a fegyőröknek a fegyverrel való biztonságos mozgást, különböző taktikai alakzatokat mutat a büntetés végrehajtási felügyelőknek. Egy intézetben bekövetkezik egy rendkívüli esemény, és ott esetleg egy vagy több ember élet veszélybe kerül, nekünk azonnal be kell avatkozni, sajnos nem várhatjuk meg a kiérkező rendőr kollégákat, akik lehet, hogy szakmailag egy kicsit jobban felkészültek, mint mi. De nem csak a rendőrök tanították a BV-s felügyelőket, hanem a börtönőrök is mutattak egy-két jól használható trükköt a járőröknek. Ezek a gyakorlatok azonban közel sem sajátíthatók el ennyire könnyen. Újabb lövések dördülnek a lőtéren, mert az egyenruhások itt tehetnek szert a legjobban magabiztosságra, bár a tapasztalatok szerint a pisztolytól akár bizonytalanná is válhat egy járőr. Ad egy magabiztosságot, de egybeszerűen egy bizonytalanságot is. A nem egyértelmű jogszabályi háttér és a szituáció gyorsasága utána az én tevékenységemet halad egy hónapokig fogják elemezni, hogy én most jogosan használtam a fegyvert, nem, de én van rá egy másodpercem eldönteni. Szóval van egy kis bizonytalanság, de persze van egy kis erősítés is, hogy neked van egy ilyened, de ahhoz kell az, hogy jól használd, és a lövészeteken jól, magabiztosan tudjál szerepelni, és jó eredményeket hozzá. Újabb küzdelmek a tornateremben, mert a támadóktól csak felkészülten tudják megvédeni magukat. Voltak, előfordultak a múltban is olyan szituációk, olyan helyzetek, amikor alkalmazni kellett erőszakot fogvatartott emberekkel szemben. Amíg ember él a földön, amíg két ember élni fog a földön, addig valószínűleg lesz erőszak. Fire, fire.